200. Összesen ennyi elítéltnek bűnözőnek adtak kegyelmet a Fidesz köztársasági elnökei az elmúlt 14 évben. Orbán Viktor uralma alatt. A pedofil segítő K. Endre ugye rávilágított arra, hogy a Fidesz, mint sok minden mással, az elnöki kegyelem intézményével is visszaél, és legalábbis részben arra használja, hogy fideszes vagy jobboldali bűnözőknek adjon kegyelmet. Amit tudunk, az több, mint ijesztő. Nem csak K. Endre kapott kegyelmet, hanem kegyelmet kapott Budaházy György és terrorista csapata is. Ha ez a jéghegy csúcsa, akkor milyen lehet maga a jéghegy? Kik vannak még ebben a 200 kiengedett bűnözőben? A közvéleménynek joga van arra, hogy megtudja, hogy kinek adtak kegyelmet Orbán Viktor köztársasági elnökei. A demokratikus koalíció szerint a pedofil segítő K. Endre kiengedése után az országnak joga van tudni, hogy kiknek adott még kegyelmet az Orbán rendszer. Azt követeljük a kegyelmügyekben átláthatóságot ígérő Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy hozza nyilvánosságra az Orbán rendszer összes eddigi elnöke által adott kegyelmek részleteit. Kiket engedtek ki, milyen bűncselekmények elkövetése után engedték ki őket, és kik esetében született politikai döntés a kegyelemről. A 200 kegyelemmel kiengedett bűnöző közül kik azok, akiket eltitkoltak az ország előtt. Ha ezt továbbra sem tudhatja meg az ország, azt az orbáni pedofil hálózat újabb bizonyítékának fogjuk tekinteni. A DK frakciója ezért törvényjavaslatot is benyújt annak érdekében, hogy legyenek nyilvánosak az Orbán rendszer idején adott elnöki kegyelmek. Súlyog Tamás köztársasági elnöki első beszédében így fogalmazott, idézem. A kegyelmi ügyekben a lehető legszélesebb transzparencia híve lesz. A legszélesebb transzparencia ebben az esetben azt jelenti, hogy nyilvánosságra hozza nem csak az ezután következő, hanem az eddig a Fidesz kormány idején hozott kegyelmi ügyeket is. Most kiderül, hogy Súlyog Tamás valóban komolyan gondolta-e azt, hogy ő, mint az átláthatóságról mondott, vagy ő is csak az Orbán rendszer újabb báb köztársasági elnöke. A demokratikus koalíció szerint a pedofil K. Endre ügyek kiengedése után az országnak joga van tudni, hogy kiknek adott még kegyelmet az Orbán rendszer. Azt követeljük a kegyelmügyekben átláthatóságot ígérő Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy hozza nyilvánosságra az elmúlt 14 év összes kegyelmi ügyét, azt, hogy kik, milyen bűncselekmények miatt és milyen politikai döntés alapján kaptak kegyelmet. Kiket engedtek ki, miért és hogyan történt ez meg? Az országnak joga van tudni az igazságot, joga van tudni, tisztában legyen azzal, hogy kiknek adott kegyelmet az orbáni hatalom. Annak érdekében, hogy ezt elősegítsük és kikényszerítsük, a Demokratikus Koalíció frakciója törvényjavaslatot is kezdeményezett, amely nyilvánosságra hozná ezeket az ügyeket.